Na hát szevasztok srácok, üdvözlök mindenkit itt az első videó bejegyzésemben, az első videó vlogomban. Az én nevem Valkusz Milán, a DJ nevemen vagy a művész nevemen, Valkusz kicsit másképp írva, mint a vezeték nevem. És ez egy bemutatkozó videó lenne, ugyanis ez az első ilyen vlog a csatornán. És hát úgy döntöttem, hogy szeretnék ezzel is foglalkozni, mármint amennyire lehet ezzel foglalkozni, tehát hogy ezt is csinálni, ezt a vlogolást, összekötni a zenéléssel, összekötni a zeneírással, és hát jó magam is kíváncsi vagyok, hogy ebből mi sül ki, milyen tartalmakat tudok csinálni. Hát akkor hol is kezdjem. 21 éves vagyok, Budapesten élek, aki még nem ismerne ennyire, 5-6 éve írok zenét, elektronikus tánczene írásával foglalkozok, hogyha nagyon pontos szeretnék lenni a megfogalmazással kapcsolatban. Aki hallotta már zenémet, azt tudja, hogy milyen zenét írok, milyen stílusban mozgok, de manapság Maris Péter barátommal elkezdtünk egy új projektet, a Walmart. Tehát aki erre rá szeretne keresni, akkor így Walmart, ez a nevünk, ez a formáció neve. És itt leginkább ilyen, milyen stílus, ilyen poppos, poppos stílusban írunk zenéket. Úgyhogy azt is, most van jelenleg 2 számunk abból, úgyhogy majd kirakjuk azokat is. Na most kicsit elkalandoztam a témától, úgyhogy visszatérnék. Szóval szeretném összekötni ezt a zenéléssel, ezt a videóvlogolást ötletet, videóvlogolás témát. És még magam sem tudom, hogy pontosan milyen videó ötleteket csináljak. Rengeteg ötlet van fönn a neten, illetve majd én is próbálok kitalálni egyedi videó ötleteket, videó típusokat. Szeretnék zeneírós vlogot, szeretnék esetleg egy fellépést bemutatni, tehát hogy folyamatosan vlogolnám, hogy mi történik, az érdekes pillanatokat felvenném. És elkezdenék vlogolni igazából, most erre nem tudok nagyon többet mondani, ezt jobban kifilézni. Amit láttok most, ez a szobám egyik fele, a másik fel az nincs van a videóban. Ez az én szerény kis mini stúdióm itthon, szóval tényleg semmi extra, van egy normálisabb, hát mondjuk a KRK már egy viszonylag profi zenéről hangfalnak mondható, van egy jó teljesítményű laptopom, intelligens processzorra, 13 GB RAM-mal, szóval tényleg ez nagyon fontos, hogy a nagy zeneíró projekteket meg tudjam nyitni, és tudjak bele akadásmentesen, mármint egy szaggatásmentesen dolgozni a zenével, mert ugye hát az nem jó, hogyha a zene akadozik, miközben írja az ember. A falakon vannak akusztikus panelek, hogy a visszhangot leszűrjék a szobában, minél tisztább legyen, és minél autentikusabb legyen a hang, ami kijön a hangfalból. Igazából ennyi, szóval beszerettem volna köszönni, mint első vlog, és remélem tetszeni fognak majd a videók, amiket felrakok, úgyhogy feliratkozni nyugodtan lehet, feliratkozni ér, annak örülök persze, és akkor majd találkozunk a következő videóban. Addig is, szevasztok! In a seat back, got to move it.